imádkozzunk. Áldott Istenünk, magasztalunk téged ez ünnepért. Köszönjük, hogy emlékezhetünk kegyelmedre, szeretetedre, amely egykor testet öltött fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. És köszönjük neked, hogy úgy emlékezhetünk a te csodádra, hogy az nem csupán egy történelmi tény. Ez valóság 2 évezred óta. És köszönjük, hogy amikor eljöttünk ma, hogy hálát adjunk neked, hogy feltöltekezzünk a te szereteteddel, akkor vágyaink beteljesülhetnek. Mert itt vagy közöttünk, mert megtöltöd áldott jelenléteddel az életünket, a közösségnek az életét. Köszönjük országunknak a békességét, köszönjük azon körülményeket, amelyek között örvendezhetünk, és a te csodáidat hirdethetjük. Kérünk, Urunk, készíts fel bennünket arra, hogy ez ünnepen és a hétköznapokban a te szeretetednek a megtapasztalása hagyd tegyen bennünket eszközzé, a béke hírnökeivé, akik rámutatunk a te kegyelmedre, akik eszközök lehetünk abban, hogy minden ember átélhesse a te békességedet és a te szeretetedet. Kérünk téged, hogy üzenj nekünk ezen a délelőttön, s formáld lelkünket akaratod szerint. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Karácsony első nap délelőtti Isten tiszteletünkön szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, köszöntöm vendégeinket, mindannyiunk életén legyen a mindenható Isten áldása. Énekeljük 78. énekünket, amely így kezdődik, ó, jöjjetek hívek, 78. énekünket énekeljük.
Kedves gyülekezet, a karácsonyi evangéliumot Lukács írása szerinti evangéliumból olvassuk a második fejezetből az első 7 vers alapján. Lukács írása szerinti evangélium második fejezetéből az első verstől olvassuk az igét. Az ige olvasás után majd Baricsán Attila testvért kérem imádságra, fennállva hallgassa meg a gyülekezet az ige olvasását. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepójálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Eddig olvastuk az igét, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Uram Istenem, olyan csodálatos az, hogy a Te egyszülöttedet ideadtad nekünk, és erre emlékezhetünk. Áldott a Te neved ezért. Köszönöm azt, hogy örömöt és békességet hoztál erre a földre. Segíts meg, Uram, hogy a mi szívünk tudja ezt megérezni, tudjuk teljesen megnyitni most előtted, és a karácsonyi üzenet az tudjon úrrá lenni bennünk, és ez látványos legyen a mi életünkben, hogy másoknak is át tudjuk adni ezt az örömüzenetet. Amen. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, az énekkart hallgatjuk meg. Kedves gyülekezet, karácsonykor is úgy van, hogy az ige hirdető keresi az evangélium aktuális üzenete mellett azokat az illusztrációkat, amelyek aláhúzzák az evangélium igazságát, amelyek bátorítanak bennünket arra, hogy a testélet igét befogadjuk a szívünkbe. Én is keresgettem. És az összegyűjtöttet valahogy most felülírta egy másik történet, amely pár perc ezelőtt játszódott le,
itt az imaházunknak az ajtajában. Egy ember ácsorgott itt, talán többen látták, akik később jöttek, nagy táskával. Oda mentem hozzá 10 óra után pár perccel. Segíthetünk-e valamit? Miért van itt? Azt mondta, vár valakit. De később megszólalt, kellene neki egy kis pénz. És majd miután ilyen módon is találkoztunk, kértem, hogy jöjjön be. Karácsonyt ünneplünk, karácsony van. Látogassa meg az Isten tiszteletet. Nem jövök. Miért nem jön? Csak egy órára. Leül a hátsó padba, énekelünk. Hallhat a megváltóról. Nem. Én nem hiszem ezt az egészet. És miért nem? Mert nincs is Isten. És ez az egész nem igaz. És amikor megpróbáltam megkérdezni tőle, hogy miért nem igaz, az egyik érve ez volt, ha lenne Isten, nem haltak volna meg a szüleim. Kedves gyülekezet, azt ünnepeljük karácsonykor, ahogy a gyermekeink szokták mondani, hogy Jézus megszületett, vagyis hogy az Úr Jézusnak a születésnapját ünnepeljük. És ez a születésnap ünneplés mégis más, mint minden más hasonló ünnep, amit mi emberek egymás között örömmel átélünk. És nem csak azért más, mert ha gyertyákat akarnának gyújtani az illetékesek, több mint 2000 szálat kellene gyújtani. Hanem azért is, mert úgy ünnepeljük valakinek a születésnapját, hogy ez egyszerre a miénk, és egyszerre mégis úgy éljük át, hogy alig érthető. Mert mégis valami másról van szó. Arról van szó, hogy az emberiség történetébe belépett az Isten. És ezt a csodát ünnepeljük ezen a napon. És akinek az életébe már belépett az Isten, és belépett az Isten fia, ahol a két történelem, az isteni történelem és az emberi történelemnek a meccéspontja létrejött. Azokban az élethelyzetekben és történetekben másként alakul az élet. Mássá lesz az élet. És úgy ünnepeljük 2 évezrede ezt a csodát, hogy az Isten fia belépett az emberiség történetébe, hogy még mindig vannak olyan történetek, ahol ez a meccéspont még nem jött létre. És megy az ember a maga útján, éli az életét. Isten lejött erre a földre, hogy belépjen nem csak az emberiség, hanem az egyes embernek az életébe is, és még nem történt találkozás. Mi is történt akkor régen? Megszületett Jézus. A történelem Istene, a világ teremtője, aki a földi élet minden másodpercének része és ura, aki fenntartója ennek a világnak, különös módon úgy lépett be az emberiség történetébe, hogy egyszülött fia testet öltött, ahogy mondjuk leszületett erre a földre, hogy pont olyanná legyen, mint mi. Ez egy igaz történet. Karácsony nem olyan mitológia, ahol az emberek maguk formálta és maguk formájú isteneket alkotnak, és ezzel benépesítik a világot, és benépesítik azt az általuk kézzel nem fogható mennyet és eget, amit ők elképzelnek. Nem emberi viszonyokat leképező mitológiai kivetítés a karácsony. A karácsony ez igaz történet. Leszületett Isten fia erre a földre.
akkor is igaz, hogyha hittel lehet megérteni és lehet felfogni. Miért is? Azt olvashatjuk Máté evangéliuma szerinti karácsonyi történetben, hogy nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Azért született a gyermek, hogy mintegy 33 évig itt éljen, teljesen úgy, mint a korabeli emberek, hogy aztán majd meghaljon. Azért született, hogy meghaljon. Számunkra a halál itt a földön egy olyan tényező, amit nem kerülhetünk ki, amitől nem menekülhetünk el, és életünknek nem célja a halál. Az életünk célja az élet, a minél teljesebb, bővölködőbb, minél hosszabb élet. Ő azért lépett be az emberiség történetébe, hogy meghaljon. Értem, és mindannyiunkért. Mert a Szentírás arról beszél, hogy az ember és az Isten békétlen viszonyba kerültek egymással. Az ember hátat fordítása miatt, és az ember bűnei oly mértékben eltávolították őt Istentől, hogy ezt a kapcsolatot soha senki nem gyógyíthatta volna meg. Az ember bűnéért elégtételt soha senki nem fizethetett volna. És karácsony titka, Isten az egyetlen megoldásként hozzánk emberekhez hasonló formában elküldte fiát, hogy itt éljen, és majd a mi bűneink helyett meghalva elégtételt szerezzen minden Istentől való távolságunkért, és annak összes következményéért, hogy megnyissa számunkra az üdvösséget, visszavezesse az embert az Istenhez, és ne úgy legyen többé az emberi életnek a története, hogy úgy beszélhetünk Istenről, vagy valakiről, hogy van sors, van valami kikerülhetetlen vezérfonal az életünknek. Azért jött, hogy Isten beléphessen az egyénnek az életébe is. Azt alakíthassa és vezethesse céljához. A karácsonyi történetben azt látjuk, hogy az a kisgyermek, aki megszületett, valóságos történelmi körülmények közé született. Így olvastuk az ígében, hogy azokban a napokban beazonosítható az uralkodó, a birodalmi uralkodó, beazonosítható a helytartó, beazonosítható a nyomorúságos történelmi körülmény, hogy az adó kivetés miatt most összeírás van, beazonosítható a városka, beazonosítható a fogadóhely, beazonosítható a jászol, beazonosíthatók a szülők, mert belépett a történelembe az Isten. És ugyanazon a kapun át jött be, ahogy mi szoktunk, ahogy mi érkeztünk meg ide. És ezen a kapun ugyanaz volt, mint nálunk. Szülési fájdalom, sírás, egy ráncos újszülött, aki sírt, akit védeni kellett, akit be kellett tenni a pólyába, akit félteni kellett attól, hogy megfázzon, akit etetni kellett. Ennyire emberré lett az Isten, hogy beléphessen a történetünkbe. Úgy érkezett, mint ahogy mi. És ez a Jézus, amikor felnőtt, emberré lett, akkor nagyon sok ember életében már akkor belépett. És megváltoztatta az emberi életeket. Új irányba vitte őket. És nála nincs olyan hosszú életkor, amelynek a végén ne lehetne egy új fejezetet nyitni az ember történetében. Ő belépett a 84 éve özvegy asszonynak az életébe, bemutatása során. És belépett olyan emberek életébe, akikkel kapcsolatban már mindenki azt gondolta, hogy annyira el van rontva ez a történet, hogy itt nincs megoldás. Mindenki utálta azt az embereket szipolyozó vámszedőt. Annyit összeharácsolt életében, és annyi családot tönkretett,
Vajon kell-e az Istennek ez az ember? Tud-e ezzel valamit csinálni az Isten fia? Meg tudja változtatni az életét? Érdemes-e még arra? Azt mondják, akik tanulja annak, hogy Jézus belépett ennek az embernek a történetébe, hogy nem érdemes rá, hogy nem lehet vele már mit csinálni, éppen eléggé utáljuk, rossz döntés volt, hogy őt választotta ott Jerikóban. Ki választotta? És belépett Zákeusnak az életébe. És az isteni történelem és az emberi történelem meccéspontja létrejött. Fordulat következett be ennek az embernek az életében. Öt férje volt már. Most is él valakivel. Egy elrontott, megvetendő, bűnös nő. Kinek kell még ez az asszony? Semmire se jó már az élete. Annyi mindent már eladott az életéből. Mi lesz ezzel az asszonnyal? És a földön járó Jézus egyszer leül egy kút mellett, ahova épp az asszony fog majd érkezni azért, hogy vizet merítsen, és felkínálja neki a lehetőséget, szeretnék belépni az életed történetébe. Belépett. És ez az elrontott élet fordulatot vett, mert létrejött a meccéspont. De nem csak ilyen, talán vallási értelemben tudatlan is, és lehet, hogy műveletlen, az emberek szemében megbélyegzett valakiknek volt arra lehetőségük, hogy az életükbe belépjen az Isten fia, és összeérjen a két történet. Nagyon művelt, tudatos, szuper karriert felépítő Saulus egyszer csak azt éli át, hogy jelentkezik nála valaki. Saul, belépnék az életed történetébe. És az emberiség történetébe belépő Jézus így lett személyessé a bizonyos damaszkuszi úton Pál számára. És attól kezdve ennek a Pálnak az élettörténete fordulatot vett, más életté lett, mert belépett Jézus az életébe. Ki hinné, hogy a halálra ítélt, sőt az ítélet végrehajtásának a folyamatában már benne levő ember, és kap arra lehetőséget, hogy a történetébe belépjen az Isten. Gondoljunk arra, hogy valaki vezet egy autót, elrontotta a kormányzást, csúszik az út, és látszik, hogy az autó megy neki a fának. És az utolsó pillanatban valaki benyúl, és elkapja a kormányt. Összetörik az autó. De nem megy neki a fának, és nem hal meg az ember. Ott a kereszten az Isten fia földi történetének legfontosabb és legkeservesebb pillanataiban. Amikor volt egy ember, aki kész volt arra, hogy megengedje, hogy belépjen az élete történetébe, a gonosztevő, a halálra ítélt, a megvetett ember, amikor kész volt arra. Mi van már az életből hátra? Annyi sincs már, hogy összetegye a kezét és magasztalja az Istent, annyi sincs már, hogy jóvá tegye bűneit és leszálljon a keresztül, semmi sincs már. Pár óra az egész. És ezért a pár óráért is az Isten fia belép az embernek a történetébe. Elrántja a kormány. És azt mondja ennek az embernek, miután összekapcsolódik a két történet. Bizony, mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Azért jött az Isten ember erre a földre,
hogy 2 évezred óta egészen mind a mai napig a mi kis földi történetünk, amely számunkra a legfontosabb, amely az életünk, az ne csak a miénk legyen, ne csak egyedül éljük, ne csak egy külsős tényezőként számoljunk a mindenható Istennel, hanem fogadjuk el, hogy be akar lépni az életünknek a történetébe, hogy valami más legyen attól kezdve az életünk. Miért is akar ő belépni? Mit is akar hozni az embernek az életébe? Mindenek előtt tisztaságot. Nem azt a fajta tisztaságot, amelyet jó barátaink szoktak nekünk felajánlani. Ne foglalkozz vele, nem vagy te olyan rossz ember, vannak nálad rosszabb emberek. Aludd már ki magad, ne terheld a lelkiismeretedet, felejtsd el. Nem ezt a fajtát. Azt a fajta tisztaságot akarja adni, és meg is adja azoknak, akiknek beléphet az életébe, hogy lenullázódik attól a pillanattól kezdve, miután létrejön a metszéspont, az összes addigi bűn. Mindegyikre az az igaz, hogy megvan bocsátva, úgy, hogy soha többé elő nem kerül. Tiszta lesz az embernek a lelki ismerete. Kedves igehallgatók, ismeritek ezt az érzést? Amikor úgy az ember megtisztul Jézus vérében. Amikor madarat lehet vele fogadni, mert azt mondja, megvan bocsátva a bűnöm. Tiszta vagyok, amit sehogy se tudtam megoldani. Új ember lettem. Ezért jött. Azért jött, és azért akarja ezt a metszéspontot, hogy az embert gazdaggá tegye. Olyan felülről kapható, a lelket teljességgel átítató kincseket adjon az embernek, ami máshol nem szerezhető meg. Megadja a hitet, az Istenbe vetett bizalmat, megadja a felülről való és mindenre elegendő szeretetet. Olyan kincs ez, amely nem ér fel a több milliárdos lottó nyereménnyel. Olyan kincs ez, amely nem illan el a körülmények hatására. Olyan kincs ez, amely felülírja az életnek a terheit, és minden útkereszteződésen átvezet. Ez a kincs, ami a Krisztussal való közösségben lesz az emberé. Ez tesz bennünket igazán gazdaggá. És ez a kincs a bádogváros lakójé is lehet. Épp úgy, mint a palotáknak a lakójé. És ez a kincs azoké is lehet, ahol még annyi pénz sem volt az idén, hogy karácsonyfát állítsanak. Mindenkié. És ennek a kincsnek a birtoklása az embert igazán gazdaggá teszi, oly gazdaggá, amit nem lehet tőle elvenni. Amivel kapcsolatban azt mondja, ami megváltunk, hogy ezt a moly, a rozsda nem eszi meg. Ezt a lopók nem tudják ellopni tőlünk, mert ez a miénk, ezt ő adta, és ő őrzi bennünk. Azért jön, hogy tisztaságot adjon, hogy gazdagítson. Azért jön, hogy békességet adjon az embernek. De nem azt a fajta békességet, hogy miután a metszéspont létrejön az Isten ember és az ember története között, a mai korunkban, attól kezdve az ember a föld felett járjon, kikerülve minden problémát és gondot és betegséget. A történelem ura úgy tud igazán békességet adni, hogy ez a békesség az ember életében maradandó lesz. És sokszor rácsodálkozhatunk erre a békességre. Mert ez a békesség akkor is megőrződik, amikor az embernek betegsége van. Ez a békesség akkor is megőrződik, amikor az emberek nem értenek meg. Ez a békesség akkor is megőrződik, ha veszteségeim vannak, ha gyász van az életemben. Ez a békesség akkor is megőrződik, ha senkiben nincs már, akiben kapaszkodjak a földön. Az volt kiírva az első Biblia versként, hogy velünk az Isten. Ennek az áldott megtapasztalása az életünk minden területén és folyamatosan.
ez az, amit akar adni, hogy ő velünk van, és ha ő velünk, mondja Pál a római levélben, akkor kicsoda van ellenünk. És az ő velünk létével kapcsolatban azt mondja Jézus, hogy velünk van minden napon a világ végezetéig. És e meccés pont után azt mondhatjuk, hogy ketten járunk együtt. Ő és én. Ő fogja a kezemet. És ez a fajta békesség, amit ő ad, ez a fajta hit, amit ő ad, ez a fajta gazdagság, amit ő ad, ez nem fér el az emberben. És onnan is lehet megismerni, hogy volt már meccés pont, és belépett az Isten fia az ember életébe, hogy nem fér el bennünk. Mert áthatja a találkozáson, az igaz találkozáson átesett emberek életének a kapcsolatát, a mindennapjait. Sok mindent lehetne még sorolni, és nem tudnánk mindent felsorolni, hogy miért akar belépni a történelembe, az egyénnek a történelmébe. De legutolsóként egyet feltétlen meg kell említenem. Azért, mert reménységet akar adni. Azt a fajta reménységet, amely a földélet határain túlra mutat. Azt a fajta reménységet, amely az a példákban felsorolt Pálé is volt, aki úgy tud előre nézni a földi életének a vége utáni korszakra, hogy ott egy bizonyosság rejtőzik. Mégpedig az, hogy van örök életem. Az, hogy a földi élet minden kincsétől jobb az, amit a feltámadt Jézus Krisztus készít nekem. Van örök életem. És ez a reménység, kedves gyülekezet, azoknak az életében, akik engedték, hogy Jézus belépjen az életükbe, oly erős, hogy túlmutat mindenen. A legsötétebb élethelyzeteken is. Talán volt a kedves jelenlevőknek már arra lehetőségük, hogy ilyen meccéspont után levő haldoklónak az ágya mellett legyenek. Amikor mindenki hullik már, és semmi sincs, ami gazdagítana itt a földön, nincs már útkereszteződés, ahol dönteni lehetne, már semmi sincs. Mindenki tudja, ott állnak a szerettei az ágy mellett, és mindenki tudja, hogy mi fog következni. Vége. Eltemetik a testet, vége van. Akiknek a szívében Jézus van, ahol az Isten fia történelme már lakozást vett, ott ezek az alkalmak ünnepélyes alkalmak. És néha az ember úgy érzi, hogy hiányoznak a fanfárok. Néha az ember úgy érzi, hogy nem tudtunk eléggé ünneplőbe átöltözni, és szinte lehetetlennek tűnik megérteni ezt a szituációt azoknak, akiknek nincs a szívébe reménység. Ugyanúgy, mint annak, aki ott fekszik és készül. Mert oly mértékben átitatja az ember életét a reménység és a bizonyosság Jézussal együtt. Hogy szinte akkor többen is azt gondolják, hogy mennénk már mi is. Mert átsüt az ember életébe a reménység. Nem azért jött Jézus, hogy vallásossá tegyen bennünket. Nem azért született le az Isten fia, hogy egy picit jól érezzük magunkat. Hogy legyen a 365 nap közül 2-3, amelyet kinevezünk a szeretet ünnepének, lerakjuk a fegyvereket, arra készülgetve mindent csodássá varázsolunk magunknak, meg a gyermekeinknek, aztán megyünk tovább, gürcölünk az életbe, és várjuk, hogy mikor lesz megint karácsony. Nem ezért jött le. Azért jött le, hogy a történelmünknek a része legyen. Hétfőtől vasárnapig, jóban és rosszban. És megajándékozzon bennünket önmagával. Ezért jött egykor, és ezért van ma is itt közöttünk. De hogy is történik az, hogy belép az embernek a történelmébe? Hogyan is történik ez a meccéspont?
Azt olvashatjuk Lukács evangéliuma első fejezetében, hogy egy bizonyos Gábriel nevű angyal, aki az Isten tervének a hírhozója volt, megjelent egy fiatal lánynál, annál a bizonyos Máriánál. Elmondta neki az Isten tervét, mit szeretne tenni az Isten, és ebben hogyan szeretne téged eszközként használni, és a te életedbe fog először belépni. És ez a fiatal lány ezt végighallgatta, és egy csodálatos feleletet fogalmazott meg. Legyen nékem a te beszédet szerint. Csak ennyit mondott. Elfogadta a bejelentkezést. Elfogadta a kérést. Elfogadta az életére vonatkozó tervet. Legyen úgy, ahogy akarod. Kész vagyok elfogadni. Ez a meccéspont. Csak ennyi. Ez a nagyon nagy döntés. Jöjj, Uram, legyen, ahogy akarod. Készen vagyok. Nem ismerek mindent. Nem tudom, hogy az emberek mit fognak erre mondani. De legyen, ahogy akarod. Kedves igehallgató gyülekezet, a mai karácsonyunknak is újból és újból e születésnapnak ez a legfontosabb történése, hogy megszülessenek ezek a mondatok. Legyen nékem a te beszéded szerint. Hogy hol hangzik el, milyen formában, hogy tudja az ember megérteni ezt az üzenetet. Sokfélék vagyunk, és Isten sokféle nyelven beszél. Sokféle helyzetben szólal meg, s várja a mondatunkat. Elkészült az illusztráció valami olyan történetről, ahol 2013-ban valaki meghallotta a hívószót, és a maga módján azt mondta, hogy legyen nékem a te beszéded szerint. És létrejött a fordulat, és ketten együtt járnak tovább, és olyan szép, és olyan idilli a harcokkal, és minden körülménnyel együtt. De most valahogy bennem ez az illusztráció van, hogy nem igaz történet, hogy nincs az életemben az Isten, mert nincs is. És most még azt mondom, hogy nem is akarom, hogy belépjen. Isten kegyelme elegendő mindannyiunk számára. Azok számára is, akik azt mondják, hogy része az életemnek Jézus és boldogok, és azok számára is, akik még nem mondták ki ezt a mondatot, hogy legyen nékem a te beszéded szerint. Isten adja meg mindannyiunknak, akik itt vagyunk, annak is, akiket nem ismerünk, akiknek a nevét nem ismerjük, azt a boldog pillanatot, amikor belép az életünkbe, és gazdaggá tesz bennünket. Amen. Az énekkart hallgatjuk.
Kedves gyülekezet, hajtsuk meg fejünket és szívünket imádságra. Dicsőítsük, aki leszületett erre a földre, hogy az emberiség történetének része legyen. Dicsőítsük őt, aki belépett az életünkbe, fordulatot hozott, és azóta ketten együtt járjuk az életünket. Vagy ha most jött el az ideje, akkor mondjuk Máriának a mondatát. Legyen nekem a te beszéded szerint. Jöjjön létre az a meccéspont. Járjuk együtt az élet útját, tudatos döntésem és befogadásom nyomán. Hajtsuk meg fejünket, szívünket, csendben imádkozzunk, majd hangos imádsággal zárom le az ima közösséget, és azt követően pedig együtt mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy itt vagy közöttünk most is. Köszönjük, hogy saját történetünk részeként veled együtt jöhettünk a te házadba. Dicsőség neked szeretetedért, irgalmadért, mindazért, amit megtettél az életünkben. És köszönjük neked, hogy minden imádságot hallottál, és meghallgattál ezen az estén, és az imátlanság mögötti sóhajt, csendet is te ismered, ismered annak az okát is, ha ilyen van, és köszönjük, hogy újból szólítasz, talán életünk utolsó pillanatáig. Adj nekünk, ha szükségünk van még rá, kegyelmi időt. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén köszöntöm szeretettel az igehallgató gyülekezetet. Krisztus gazdagítsa, áldja mindannyiunknak az életét. Köszöntöm szeretettel azokat a vendégeinket, akikkel nem szoktunk gyakran találkozni, talán csak az ünnepeken, és köszöntöm azokat is, akik hazajöttek, visszajöttek, látogatni jöttek szeretteiket, és ennek kapcsán vannak itt az imaházunkban, Oroszországtól elkezdve az Egyesült Államokon át, az Egyesült Királyságból, határon túli területekről, mindenkit köszöntök szeretettel, és a Szentlélek Isten forrassza egybe az életünket. Köszöntjük azokat a munkásokat, vagy éppen diákokat, akik úgy jöttek haza, hogy csak az ünnep idejére. Így köszöntjük Szűcs Dórát, aki az Egyesült Államok diák életéből érkezett most haza, és Zoltság Tamást is, aki a hajón való szolgálatot szakította meg egy időre, is itt van körünkben. Az Úr gyógyítsa meg betegeinket, és hangolja fel lelkünket ezen a karácsonyon, hogy amikor elmúlik ez az egy-két nap, amikor nagyon odafigyelünk embertársainkra, akkor nem múljon el bennünk a názareti Jézus Krisztus által átalakított életnek az a fajta következménye, hogy a nekünk adott kincseket, amit ránk bízott, továbbadjuk embertársainknak.
a hirdetéseket szeretném elmondani. Ma délután 5 órakor folytatjuk a karácsonyi ünneplésünket, és hagyományaink szerint a ma délután elsősorban a gyermekeké lesz az 5 órakor kezdődő istentiszteleten, és a gyermekeket kérjük, illetve szüleiknek szól elsősorban ez a felhívás, hogy 4:45-re szíveskedjenek eljönni, hogy még készüljenek a délutáni szolgálatra. Karácsony másnapján, azaz holnap is kétszer lesz alkalma a gyülekezetnek, a hagyományokat egy kicsit megváltoztatva. Délelőtt nem Isten tiszteletünk lesz, hanem bibliaóránk, ilyen bibliatanulmányozás jellegű alkalmunk, az énekkar sem fog szolgálni. Kérem, hogy akik jönnek, ha tehetik, hozzák magukkal a bibliájukat erre az alkalomra. És délután Isten tiszteletünk lesz holnap, amikor Hegyi László testvér hirdeti az igét, és akkor majd a felnőttek fognak örömüzenetet átadni. A két ünnep között, már mint az év határát és a karácsony között levő vasárnapon, december 29-én csak délelőtt tartunk alkalmat, 9 órakor imóránk lesz, és 10 órakor Isten tiszteletünk, amelyen Ricsovényi Róbert testvér fogja hirdetni az igét. És az évvégi alkalmaink, amelyekre szintén várunk mindenkit szeretettel, december 31-én 8 órakor kezdődik az Isten tiszteletünk, a 31-i alkalmakat a Veleszházban tartjuk, és az Isten tiszteletet követően majd szokásos közösségi programra kerül sor, amit Palotai Krisztiánné szervez, majd 12:30-től imóra lesz, azután pedig, hát én nem tudom, hogy pontos az a 0 óra 15 perc, csak egy tervezett időpont, a tűzi játékot követően közös étkezésben lehetünk majd együtt. A tavalyi módon, tehát kérjük, hogy mindenki hozzon valamit otthonról, és meg fogjuk egymást kínálni. És azt követően majd a tinik, illetve a fiatalok hajnalig vagy reggelig együtt fognak örvendezni. Új év első napjának az alkalmait szeretném még elmondani. 10 órakor szokásos módon imóránk lesz, tehát délelőtt nincs istentisztelet, és délután 5 órakor lesz istentisztelet, amelyen Kelédi Márton testvér fogja hirdetni az igét, és ezen az alkalmon a szokásos módon jó kívánságok, bibliaversek fognak elhangzani. Kertész Lajosné szervezi ezt az alkalmat. Kérem, jelentkezzenek irénkénél azok, akik szeretnének üzenetet átadni az új év esti istentiszteleten. És egy mondat erejéig szeretnék még visszatérni a december 22-ére, tehát a legutóbbi vasárnap délutánjára, amikor gyülekezetünkből nagy számban részt vettünk a baptista karácsonyon az arénában. Többféle műfajban szólt az evangélium. A Jóisten meghallgatta sok embernek az imádságát, mert nem csak együtt örvendezhettünk, hanem annak is tanúi lehettünk, hogy a Rákos Csabai csoporttagjai közül is valakinek az életébe azon az estén belépett a megváltó, mert elfogadta a megváltónak a hívását és a kérését. Záró énekünk így kezdődik, ha reád gondolok, ó Betlehem, nagy öröm tölti el a kebelem. 80. énekünk, minden versét fennállva énekelje a gyülekezet. 80. énekünket énekeljük. Thank you.
Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Az Úr közel, jövel, Uram Jézus, foglaljon helyet a gyülekezet. Áldott további ünneplést kívánok mindenkinek ezen az ünnepen. Az előbbi országok felsorolásából kimaradt Olaszország, úgyhogy arról se felejtkezzünk meg. Az Úr áldja meg életünket.